Csökkennek a vállalkozások és a lakosság adóterhei is 2018-ban. A csökkenés összege akár a 300 milliárd forintot is elérheti. Módosultak a járulékok és a két gyermekes családoknak nőtt az adókedvezménye. Az adózást érintő jogszabályok többsége szerepelt a 2018-as költségvetési tervezetben, de január 1-től több ponton is történtek kisebb változások. A 2018-as adók csökkenésének összege akár a 300 milliárd forintot is elérheti. Több terméknek csökkent az áfája, és a két gyermekes családok is kedvezményeket kapnak, a szülők adókedvezménye esetükben 35 ezer forintra emelkedett. Az ingatlanokat kiadók is örülhetnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint kevesebb járulékot kell fizetniük azoknak, akik kiadják lakásukat. A bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelme után senkinek nem kell 14%-os egészségügyi hozzájárulást fizetni, mindössze 15% SZIA terheli az ingatlan kiadást. Az évi általánydíja továbbra is 38.400 forint szobánként. Az intézkedés 3 milliárd forintot hagy a lakáskiadóknál. Az adóbevallást is több változás érinti. Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, a magánszemélyek már csak kijavítani vagy kiegészíteni tudják az adóhivataltól kapott tervezetet. Az őstermelőknek is segít ezen túl a NAV, így ettől az évtől már csak az egyéni vállalkozók azok, akiknek egyedül kell elkészíteniük az adóbevallást. További változás, hogy január 1-től az egyházi 1% automatikusan átutalásra kerül annak az egyháznak, amelyiknek előző évben történt az utalás mindaddig, amíg az adózó meg nem változtatja azt. Módosultak a járulékok, egységesé vált a SZOCHO, az EHO és az ECHO mértéke is, mindegyik 19,5%-ra csökkent. Ez közel 200 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. A kisvállalati adó mértéke 13%-ra csökkent. Ez az intézkedés 15 ezer céget érint, akiknél így közel 2 milliárd forintot hagy a Nemzetgazdasági Minisztérium. Vennék a stúdióban a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferense Magyar Norbert. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Hát rengeteg változás azért, és hát remélem, hogy ebbe a pár percbe bele tudjuk sűríteni. Én azért, ahogyan észrevettem, nagyjából könnyítések ezek az állampolgárok számára, illetve az adózók számára. Hát kezdjük például akkor a családi adókedvezménnyel. Ott mi változott? Nagyon fontos elsősorban, hogy az egy, illetve a három gyermekes családok esetében nem történt változás, tehát ugyanaz az adóalap csökkentő kedvezménnyel élhetnek, mint amivel korábban is éltek. Itt a változás a két gyermekesek esetében történt meg, ugye nekik nőtt 100 ezer forintról 116.670 forintra az igénybe vehető családi adóalap csökkentő kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy így gyermekenként havonta körülbelül 17.500 forinttal maradt több a családok kasszájába, ugye ez egy 2.500 forintos nettó növekedés is jelent az előző évekhez képest. Ez a kedvezmény természetesen az idei évtől vehető igénybe, tehát aki az előző 2017-es adóévre vonatkozóan igényelné most a bevallásában majd vissza a családi kedvezményt, az még az előző kedvezménnyel élhet. Változás történt a munkáltatói adó megállapításnál is, ugye már tavaly is elkezdődött ez a folyamat, és ha jól tudom, akkor a mondatnak gyakorlatilag most lehet a végére pontot tenni. Így igaz, hiszen ez a változást azt jelenti, hogy már megszűnik a munkáltatói adó megállapítás, illetve az idei évtől már nem kérhetik a munkáltatók, illetve a munkavállalók a munkáltatójuktól, hogy készítse el részükre a bevallásukat. Ugye tavaly évben is ez a lehetőség már csak adott volt, tehát itt a munkáltató mondhatta azt, hogy nem készíti el ezt a bevallást, forduljon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz ezzel az adózó. Az idei évtől azonban már egyáltalán nem készítheti el, tehát a 2017-es évre vonatkozóan sem készítheti el a foglalkoztatottak bevallását. Nekik ajánljuk, hogy az egyszerűsített bevallás keretében ugye azt a bevallási tervezetet használják majd, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készít el az idén már az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az őstermelőknek is, ugye velük bővült az a kör, akik részére már elkészítjük ezt a bevallási tervezetet. Nagyon fontos ennél a tervezetnél, hogy akik ügyfélkapuval rendelkeznek, azok tudnak azonnal módosítani ezen a tervezeten. Ugye mi itt általában azokat az adatokat használjuk fel, amelyeket a munkáltatóktól kapunk, ezeken az adatszolgáltatásokon, illetve megjelenő adatokat fogjuk majd a bevallási tervezeten feltüntetni. Nagyon fontos, hogyha valakinek még ezen felül van valamilyen jellegű jövedelme, ugye, ami miatt adófizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ezt önmagának kell feltüntetni. Tehát azáltal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészíti ezt a bevallási tervezetet, ez még nem jelenti azt, hogy innentől kezdve a felelősség már az adózóról, illetve a bevallás benyújtóról lekerül. Azzal, hogy elfogadja ezt a tervezetet, természetesen a felelősség az övé, azonban sokkal könnyebb nyilvánvalóan egy elfogadom gombra kattintva benyújtani a bevallást, mint önmagának kitölteni.
Mennyire vált be egyébként, mik a tapasztalatok az elmúlt évvel kapcsolatban, mennyire bíztak rá saját magukat akkor a NAV-ra az állampolgárok, az adócok? Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 220 ezer bevallóról beszélhetünk, és ebből körülbelül 70 ezeren nyújtották be ezen a platformon a bevallásukat. Nagyon sokan nyitottak az elmúlt időszakban ügyfélkaput is, ugye pontosan azért, hogy talán egyszerűbb legyen megtekinteni, megnyitni, illetve módosítani ezt a bevallási tervezetet, hogyha szükség van erre. Azonban még mindig az a tapasztalatunk, hogy nagyon kevesen választják az elektronikus ügyintézésnek a lehetőségét. Tehát az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink köréből sem mindenki választotta ezt a fajta megoldást a bevallás teljesítésére, hiszen nagyon sokan akár személyesen is megjelennek az ügyfélszolgálatunkon, aminek egyébként semmi akadály, tehát aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, az természetesen ott is benyújthatja ezt a bevallási tervezetet, megtekintheti, illetve lehetőséget kap arra is, hogy módosítsa. Változások történtek a kisadózó vállalkozók tételes adójánál is, magyarán ugye mindenki így ismeri, hogy a katánál itt milyen változások voltak. Így igaz, a katásoknál a legfontosabb változás az, hogy már az ügyvédi irodák is belekerültek ebbe az adózási körbe, tehát ők is választhatják ezt az adónemet. Illetve fontos változás még, hogy az ellátási alap is megnő. Hogyha valakinek korábban ugye katás vállalkozása volt és katásként adózott, akkor 90 000 forintos ellátási alapban részesült. Illetve, hogyha magasabb összeggel adózott, akkor 150 000 forintos ellátási alappal. Ez mind a két esetben megváltozott, az idén már ez 94 400 forintra, illetve 158 400 forintra növekedett. Illetve még egy fontos tétel, ezt a katások már nagyon jól tudják, hogyha valakinek 100 000 forint feletti tartozása volt december 31-i záró nappal, az azt jelentett, hogy automatikusan kikerült ugye ebből a katás adózási nemből, és két évig nem is választhatta ezt a későbbiekben. Na most az idei évtől ez a változás úgy zajlik le, hogyha valakinek ilyen jellegű tartozása van, akkor mi a határozatot megküldjük arról, hogy a tartozás fennállása miatt kikerülhet ebből az adózási nemből, azonban, hogyha a jogerőre emelkedésig teljesíti, tehát a felebezési időn belül, azaz 30 napon belül teljesíti ezt a tartozást, akkor megmaradhat ebbe az adózási nembe, akkor is, hogyha valaki 2017. decemberében kapta meg ezt a felszólítást. És jól tudom, akkor e tekintetben ugye jó hír, hogy a bírságolási rend is változott, ilyen folytán, mint ahogyan ugye a kata esetében. Így igaz, történt abban is módosulás, ugye, hogyha adó megállapítás kapcsán valakinek adó hátralékot állapítunk meg, akkor itt előfordulhat, hogy az adó hátralékhoz általában mulasztási bírság, illetve késedelmi pótlék is odaíródik. Na most ez nagyon sok esetben megnöveli azt a terhet, amelyet egyébként is az adózónak be kellene fizetnie. Fontos változás az idei évtől, hogy ezektől a terhektől mentesülhet abban az esetben, hogyha az adó megállapításnál az elsőfokú határozattal egyetértve befizeti azt a hátralékot, amelyet egyébként megállapítunk, akkor ilyen esetben nem kell befizetnie majd az adóbírságot. A NAV máshogy is segíti az adózókat, méghozzá úgy, hogy ügyfélszolgálati pontok is nyillottak az elmúlt időszakban a megyében. Hát Nyíregyházán természetesen volt, a többire miért van szükség? Ezeket a NAV ügyfélszolgálati pontokat a kormányablakokba integráltan nyitottuk meg az elmúlt időszakban, itt legutóbb Nagykálóba, illetve Ibrányba nyílt egy-egy ilyen ügyfélszolgálati pont. Nagyon fontos, hogy ezeken a járási területeken ugye az adózók nem tudják másképp elérni a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, csak úgy, hogyha esetlegesen a megye székhelyre utaznak személyes ügyintézés keretében. Ugye természetesen azért az elektronikus ügyintézés ott is lehetőség, elektronikus ügyintézés ott is lehetőség van, azonban nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, nagyon sokan szeretnek személyesen megjelenni, a személyesen előterjeszteni a problémáikat, és ott esetleg konkrét megoldást találni az ügyfélszolgálatos tekintetében. Na most erre lehetőség van most már ezeken a településeken is, és igyekszünk teljes körűen elintézni az adóügyeiket, illetve az erre vonatkozó kérdéseiket. A tapasztalatok, igény van rá? Igény mindenképpen jelentkezett rá, hiszen mi már korábban Tiszavasváriban, illetve Nyírbátorban az első körben megnyitottuk már a kormányablakon belül integrált NAV ügyfélszolgálati pontot, és az a tapasztalatunk, hogy azóta nagyon sokan keresik fel ezeket az ügyfélszolgálati pontokat. Magyar Norbert, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.